Csak nem egy hónappal a ciprusi kérdésről és a török kapcsolatokról folytatott ötoldalú genfi találkozó után Brüsszelben az Európai Tanács ülése előtt találkoztunk Nikos Anastasiadis ciprusi elnökkel. Elnök úr, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én köszönöm a szíves vendéglátást. Az öt érintett nemrég Genfben tartott informális találkozójával kezdenék. Láttuk, hogy a két oldal olyan szinten meg volt osztva, hogy a szakadék áthidalhatatlanul mély volt. Ön ragaszkodik a két zónás, két közösségből álló szövetséghez, a ciprusi török fél pedig javaslatot tett a két állam megoldása, tehát a sziget felosztására. Mit gondol, ez a szakadék áthidalható? Vagy teljes elszakadásról van szó? Ami minket illet, semmilyen elképzelésünk sem volt afelől, hogy hová futhat ki ez az egész, az ENSZ paraméterekkel összefüggésben. Mi bemutattuk az eddig folytatott párbeszéddel elérteket. Konkrét információt adtunk arról, hogy hogyan védik a ciprusi török jogokat, hogy hogyan garantálják mindenkinek az emberi jogait, hogy hogyan fogadhatunk el olyan pozíciókat, amelyeknek az az ára, ami más szövetségi államban történik. Másképp mondva, engedményeket tettünk, hogy a ciprusi görögök állításai bizonyítást nyerjenek. De akkor mi hozta létre a szándékot? Az a teljesen új álláspont, miszerint nem az ENSZ állásfoglalásaiban meghatározott kétzónás, két közösségű politikai egyenlőséggel bíró föderáció lesz a megoldás, hanem a két államé, ami elképzelhetetlen a nemzetközi közösség számára, mivel a ciprusi kérdés minden ENSZ határozatnak kivétel nélkül ellentmond. Ön azonban elment Genfbe, és a ciprusi török vezető szintén hivatalosan beterjesztette a javaslatot a két államra. Ez volt az első ilyen alkalom. Csalódott az ENSZ főtitkárában, aki elfogadott egy ilyet? Olyannak látja mindezt, ami ebben a szakaszban visszavetheti a jelenlegi ciprusi görög helyzetet? Nem a ciprusi görög álláspontot, hanem a ciprusi kérdés megoldását nyomja vissza úgy általában. De biztos vagyok abban, hogy a főtitkár nem kockáztatja meg, hogy újabb ötpárti ülést hív össze, még ha informálisat is, hanem látja, hogy van valahol egy közös pont. Ha Erdoğan úr és Törökország ragaszkodik ahhoz, hogy a ciprusi probléma megoldására irányuló tárgyalások csak azzal a feltétellel indulhassanak el, hogy elismerik a szuverén török-ciprusi államot, akkor be kell látni, hogy nem tartunk sehova. Először is ez nem felel meg a főtitkár megbízatásának, mert még ő maga sem hívhat össze hasonló konferenciát, a Genfben bemutatott tényekre alapozva, arra alapozva, ami a török államfő és a többiek nyilatkozataiból kiderült. Ezért szeretnék hinni abban, hogy a főtitkár az összes tényező, összes paraméterét mérlegeli majd, annak eldöntésénél, hogy engedélyezheti-e egy újabb találkozó összehozását. Meg akartam kérdezni, lát-e változást a britek hozzáállásában a ciprusi kérdéshez a Brexit óta? A britek mindig azt a politikát követik, amely szerintük saját érdekeiket szolgálja. Köztudott, hogy Cipruson fenntartják a brit támaszpontokat, ezek pedig a ciprusi köztársaság létrehozásáról szóló megállapodáson alapulnak. Ezért nem folytathatják, nem fogadhatnak el és nem javasolhatnak két állami megoldást. De amit megpróbálnak megtenni, vagy legalábbis előterjesztettek rá néhány javaslatot, az az, hogy egy kezdetben teljesen ártalmatlannak tűnő szuverén jogot adnak, amely aztán az elszakadás önrendelkezési jogává válik. Szorosan együtt akarunk működni azokkal a britekkel, akik olyan szerepet játszottak és játszanak, amely a jó irányba tart, és nem a Törökország által támasztott, elfogadhatatlan követelések malmára hajtja a vizet.
Mondható az, hogy a genfi hozzáállásuk összességében konstruktív volt? Ebben az értelemben véve világosan megmondták, hogy elképzelhetetlen, vagy inkább elfogadhatatlan a két államon alapuló megoldás. Júniusban lesz egy európai tanácsülés, ahol várhatóan megvitatják Törökország kérdését, és most szeretnék feltenni egy nagyon egyszerű kérdést. Az EU olyan pozitív menetrendet tett le az asztalra, amely arra a feltételezésre alapoz, hogy Törökországnak Görögország és a Ciprusi Köztársaság irányába tanúsított magatartása javult a földközi tenger keleti részén. Megalapozottnak tartja ezt az érvet? Az a tény, hogy kutatóhajóik felfüggesztették a gázkutatási projekteket, ami ugye azt jelenti, hogy egyelőre nem zavarják a ciprusi köztársaság szuverenitását, a kizárólagos gazdasági övezetben nem elegendő. A Famagusta szellemváros megnyitásának tervei folytatódnak, de mindezeken túl is új kihívás elé került a két állami megoldás javaslata. Lényegében, amire törekednek, az vagy a sziget északi részének annektálása, vagy egy bábállam létrehozása, amely Törökország tartománya lesz, és bár egy független kormány irányítja majd, a kontroll mindenképpen Törökországnál lesz. Ez azt jelenti, hogy júniusban, amikor visszatér Brüsszelbe és az Európai Tanácsba, blokkolni fog minden olyan döntést, amely elindíthatná a pozitív menetrendet, amely magában foglalja a vámunió korszerűsítését, amit Törökország annyira szeretne? Pozitív agendát akkor fogadnak el, ha pozitív magatartás is tapasztalható. Ha éppen ellenkezőleg egyik kihívás követi a másikat, akkor rájön az ember, hogy politikai öngyilkosság lenne, ha elfogadna egy pozitív, Ciprus nélküli menetrendet. Egyszerűen nincs más választásom. Kész vétózni? Igen, abszolút. Végezetül mit vár az EU-tól? A szolidáris hangzatokon túl elvárnám, hogy a gyakorlatban határozottabban vegyenek részt abban, hogy Törökországgal megértessék, nem játszhat arra, hogy egy-egy európai országot egyéni érdekeire használjon. Elnök úr, köszönöm, hogy ezt elmondta nekünk. Köszönöm.